Jó estét kívánok! A kórház gyermek és időskorú betegeit is megörvendeztették csütörtökön délelőtt. Az ápolási osztályra a Szent György kórus látogatott el egy meglepetés műsorral, a gyermekosztályon pedig a Mics család varázsolt karácsonyi hangulatot. Megtudhatják a részleteket, ha velünk tartanak. Az intézmény dolgozóiból álló kórus legszebb karácsonyi dalait hozta el az ápolási osztály gondozottjainak. Nyakas Eszter osztályvezető azt mondja, a meglepetést minden évben megszervezik az idős betegeknek, ilyenkor mindenki elérzékenyül, ünnepi hangulat járja át az osztályt. Nagyon fontos számunkra, hogy az otthoni környezetből kiszakadt betegeknek egy kicsit otthonosabbá varázsolhatjuk az ünnepeket, és ugye erre az ünnepségre nem csak a betegeket, hanem a hozzátartozókat is meghívtuk, pont azért, hogy együtt ünnepelhessük, és minél meghatóbbá tegyük ezt a pár órát, amit ünnepelünk. Egyébként hogy zajlik a felkészülés karácsonyra? Hát először is közösen feldíszítjük a fát. A betegekkel már hetek óta olyan foglalkozásokat tartunk, ami a karácsonnyal kapcsolatos. Színeznek, különböző figurákat készítenek, gyurmáznak, pont úgy, hogy ezeket még most át is tudják adni a kis unokáiknak, dédunokáiknak. Már reggel óta nagyon készülnek rá. Mindenki felvette a legszebb ruháját, megcsinálták a kis hajukat, nagyon-nagyon várják. Hát az idei műsorra a most 20 éves Szent György kórus fog egy nagyon szép műsort adni. Ezzel szeretnénk köszönteni a betegeket egy kis verssel, és egy közös süteményezéssel készülünk. Beszéljünk egy picit a mindennapokról, hiszen nem csak ilyenkor kell odafigyelni a betegekre. Milyen légkörben töltik itt a mindennapokat az ápoltak? Én mindig azt mondom, hogy azok a kollégák, akik itt dolgoznak, egy rendkívül nagy empátiával kell, hogy rendelkezzenek, mert az idős betegek teljesen kiszolgáltatott helyzetben vannak, és én nagyon büszke vagyok arra a csapatra, aki itt dolgozik, mert rendkívül olyan szeretetbe ápolják itt a betegeket, ami nagyon kevés, azt gondolom, nagyon kevés helyen tud megvalósulni. És a betegek is nagyon ragaszkodnak az itt dolgozókhoz. Szinte egy családias kapcsolat alakul ki, amellett, hogy ugye az egészségügyi ellátás folyik mellette. Egy nagyon picit összegezzük az idei évet, és tekintsünk egy picit a jövőbe. Mi minden történt idén itt az osztályon, és milyen változások várhatók, ha várhatók? Hát próbáltunk nagyon sok fejlesztést eszközölni. A betegek
új ágyakat kaptak, éjjeli szekrényeket, olyan dekubitus matracokat, amik a felfekvéseket megelőzik, új székeket, tehát próbáljuk segíteni a mindennapjaikat, hogy minél kényelmesebben és a legjobb eszközökkel ellátva tölthessék azt a néhány hónapot, hiszen itt hosszú ápolásról van szó, nem csak egy-két hétig vannak itt, mint az aktív osztályon, hanem akár hónapokon keresztül. Hosszú évek óta járjuk ilyenkor a kórházat, ezt úgy hívjuk mi, hogy a betegek karácsonya. Ma reggel is már több osztályon voltunk, és a betegeket ilyenkor kiültetik a megadott időben, a hozzátartozók eljönnek, tulajdonképpen itt ilyenkor van a karácsony. És nagyon szép karácsonyi repertoárral készülünk mindig. Az sajnos hozzá tartozik, hogy könnyeket csalunk a szemükbe, és nekünk is. Nagyon, nagyon megrázó élmény sokszor. Az idei repertoárban mi szerepel? Hát ez más országok énekeiből válogatunk össze, karácsonyi énekeiből, úgyhogy most két angolt hozunk, és a többi hadd legyen meglepetés. Azt szeretnénk, hogy a végén mindig megénekeltetjük a jelenlévőket. Most például mi a szakambulanciáról jöttünk, hát nagyon szép volt, hogy négy emelet énekelte velünk a mennyből az angyalt. Egy picit összegezzük az évét a kórusnak. Nagyon sok fellépésen és szereplésen vannak túl. Hogyan értékeli ezt az évet? Nagyon jó, hogy sok felkérésünk van, mert egy kórust az éltet. De ez a hét, ez nagyon sűrű. Úgy általában az adventi időszak, de mi a héten például már Budapesten voltunk, az ügyvédi kamara székházában. Egy nagyon, nagyon bensőséges ünnepség volt. Tegnap voltunk a Móri kórházban, ma itt, megyünk Csákvárra, megyünk Csókakőre, Isztimérre, minden napra be van osztva egy-egy fellépésünk. És mindezt a munka mellett hogyan tudják összeegyeztetni? Nagyon nehezen. Nagyon nehezen. Budapestre úgy mentünk, hogy két kolléga kérte, hogy a busz hátuljában adjunk helyet, mert az egyik ügyeletből jött, a másik ügyeletbe ment, és aludni kellett. És az a két óra hossza elég volt, hogy utána fellépjenek. A 20 év azért egy nagyon nagy szám. Milyen tervek vannak a jövőre nézve? Hát szeretnénk sokat szerepelni, szeretnénk ismét kimenni Kanadába az ottani magyaroknak egy kis hazafias csokorral, mert az nagyon, de nem csak Kanadába, hanem minden magyar lakta területre. Mi a magyarságunkat szeretnénk vinni. Télcsengér halkan ring, földobban két nagy ló, kop, 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 nyolc patkó, nyolc patkó, kop, 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 csöndzsákból hangot ló. Thank you.
pedig már a gyermekosztály, itt az elismert zenész család Mics Péter és fiai Gergő és Marci adtak elő téli dalokat. Itt speciális a helyzet természetesen a kórházban, ilyenkor mindig egy kicsit elszorul a szívünk, és bízunk benne, hiszen 19-e van, hogy akik most itt vannak, ők ugyan velünk együtt talán egy kicsit játszanak, jó kedvre deríthetjük őket, de szentestére hazamehetnek majd. A Láncos Szegfő ösztöndíjra pályáztam még a nyáron, és sikeresen nyertem egy gyereklemezre, amely most jelent meg ennek a hétnek az elején, most készült el, úgyhogy jól időzítve, tematikusan a lemezen sok-sok téli ünnepkörös dal van, ezért is igyekeztünk befejezni, úgyhogy most arra elkészüljön, és reményeink szerint én felajánlottam valamennyi fehérvári általános iskolának, alsósoknak, illetve az óvodásoknak, hogy használják szeretettel. Ennek az első része az 10-11 éve készült, és most ez egyfajta folytatása lett annak a lemeznek. Jelenleg közel 60 gyerkőc tölti napjait a kórházban. Minden évben gondoskodnak az itt dolgozók arról, hogy ide is eljöhessen a csoda. Minden egészséges gyereknek is fontos az, hogy karácsonykor meglepjék őket, és addig legyen hitük ebben, ameddig csak lehet. A hit utána is fontos, de egy bizonyos életkorig nagyon fontos a hit a csodában, a karácsony misztériumában, a karácsony csodájában, a Jézus várásban. Ezt azt gondolom, hogy nem tagadhatjuk meg a szegény beteg gyerekektől sem. Úgyhogy aki arra kényszeredik, hogy itt legyen nálunk, igyekszünk ezt úgy megszervezni, megrendezni, hogy ide is jöhessen a csoda. Hogy élik meg egyébként itt benne a gyerekosztályon a kisbetegek ezt az ünnepi időszakot, és mennyit tud segíteni az ő lelkükön ez a kis műsor? Nyilván nehezen éli meg minden gyermek, hogy nem a megszokott környezetében, a megszokott kedves emberek között, ismerős emberek között van a családjában, az nehéz. De az, hogy itt is meg kigyúlnak a karácsonyi fények, hogy itt is jön a Jézuska, hogy itt is kapunk ajándékot, az nekik nagyon-nagyon megnyugtató, és sokat segít természetesen. Picit beszéljünk arról, hogy az osztályon mi történt ebben az évben. Az osztályon? Hát rengeteg beteg gyereket ápoltunk és kezeltünk, többségben nagy-nagy túlnyomó többségben sikeresen, hál' Istennek. Úgyhogy ez mindenképpen fontos és nagyon jó dolog, meg hát mindig szépülünk, mindig hál' Istennek rengeteg olyan jó szándékú, jó módú ember lakik ezen a környéken, akiknek fontos az, hogy a gyerekeknek is juttassanak abból a sok jóban, ami nekik van, és ennek köszönhetően tudtunk új műszereket venni, tudtuk a környezetüket szépíteni a csecsemőosztályon, új bútorokat kaptunk, és meg tudjuk nekik szervezni ezeket a szép kis alkalmakat, amikor a Mikulás jön, Jézuska jön, Nyuszi jön. Várható-e a 2020-as évben bármi hasonló jellegű fejlesztés? Én abban bízom, hogy csak ennél jobb lesz, és ennél több. Az ember egy picit tehetetlen, mikor arról van szó, hogy mit tehetünk a beteg gyerekekért, minél többet, annál jobbat. Szeretnénk ezt folytatni. Szerencsére a támogatóink azok nagyon régiek, és ma bízunk benne, hogy a jövőben is támogatni fogják az osztályt, és ennek megfelelően igyekszünk ezek az utolsó csöppig a gyerekek javára fordítani, akár a környezetük szépítésére, akár pedig valami jófajta korszerű műszer beszerzésére. A kis őrt már ide vére, hadd egyen meg melegébe, jaj, de szép a karácsony, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa, s kezem látom, jaj, de fázik, csizmák sarka, jég szikrázik, ha szikrázik, hadd szikrázzam, azért van ma szép karácsony, kis karácsony, nagy karácsony, van-e kolbász, szabad lássad, ha nincs kolbász, szabad lássad, nem ér semmi,
A műsor keretében csillagszórót gyújtottak, a jelenlévő gyerekeknek egytől egyik hozott ajándékokat a Jézuska. Székesfehérvár önkormányzatának meglepetéseit Östör Anna Mária hozta el. Ez nem csak nekik szól, hanem ez a műsor, ez a jelkép az egész kórháznak és mindenkinek, aki itt bent van. Ezért is járja végig például a kórház kórusa az összes osztályt, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek se érezzék magukat egyedül. Milyen ajándékok jutottak most a gyerekeknek? Ezt általában ahhoz igazítjuk, amit az osztály kér, tehát most praktikus dolgokat kért, amiket nagyon jól tudnak hasznosítani, hogy minél kényelmesebb legyen a gyerekeknek. Az ünnepváró műsoron részt vett Spányi Antal megyéspüspök és Varvasovszki Tihamér, az állami számvevőszék alelnöke is. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra!